A Festetics Kastélymúzeumot, a Pálmaházat és a régi Amazon szálló épületét is megújították. Most az Amazon látogatóközpontban vagyunk, ahol az érdeklődők megismerhetik, hogy 100 vagy akár 130-140 évvel ezelőtt a főurak, a magyar főurak hogyan utaztak. Ebben lesz segítségünkre Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója, akit egy rendhagyó és rövid tárlatvezetésre kértünk. Igazgató úr, át is adom a szót, nézzünk egy picit szét. Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. Valóban egy nagyon új és nagyon izgalmas kiállításon vagyunk, amely az 1880-1930-as éveket öleli fel, és az utazással foglalkozik. Ezen a tablón itt mellettem többek között akkor Magyarországon összesen 937 autó volt 1910-ben, és látható, hogy milyen sebességkorlátozások voltak akár Magyarországon, akár pedig Európa különböző országaiba. A kiállításunk teljesen interaktív, a hozzánk érkező látogatók többek között kipróbálhatják, hogy milyen is volt bekurblizni akkor egy autót, ezt én is megpróbálom. Ezt lám a látogatóknak is sikerülni fog. Ugye ez az utazási kiállítás egy nagyon izgalmas időszakot ölel át. Ekkor még működnek a hintók, általában lovas szekéren és hintóval járnak az emberek, de már megjelennek az automobilok, amik itt mellettem ugyancsak láthatóak, és különben ekkor éri reneszánszát a vasúti közlekedés is, amely fölöttünk az emeleten látható, található, ez a kiállítás részünk, de különben léghajó Zeppelin is működött már ilyenkor. A kiállításunk interaktív. Többek között a hozzánk érkező látogatók megnézhetik és kipróbálhatják, hogy hogy is utaztak akkor az emberek, egy interaktív képernyőn keresztül felöltöztethetik a utazókat, milyenek is voltak az akkori utazási szokások, az akkori utazó ruhák. Azt gondolom, hogy ez különben a hozzánk érkező gyerekek általában nagyon szeretik. Egy izgalmas kiállítás részbe invitálom most önöket. Ebben a részben pedig be tudjuk mutatni, hogy az a bizonyos automobil milyen is, illetve hogy is nézett ki. Ugyancsak egy interaktív képernyő keretén belül látható itt például a sebváltó, a motor, az ülés és egyéb minden más, ami az automobilon belül található. Invitálok mindenkit Keszthelyre, jöjjenek el, mert egy nagyon új, nagyon izgalmas kiállítást tudunk bemutatni, és az 1880-1900-as, 30-as évek pedig azt gondolom, hogy valóban nagyon izgalmas volt az utazás világában. Igazgató úr, nagyon szépen köszönjük a bemutatást és ezt a rövid tárlatvezetést, de hát ahogyan ön is említette, még több szint is van, és nagyon sok mindennel interaktív módon ismerkedhetnek a látogatók. Érdemes magába a Kastélymúzeumba is elmenni, aki Keszthelyen jár, hiszen ott is új elemek vannak, és megújult az épület, illetőleg a Pálmaházat is felújították. Sőt, aki a Lepkeházba megy, most nagyon sok friss trópusi lepkét is láthat. Keszthelyen tehát a Helikon Kastélymúzeumban és a környező épületekben sok-sok újdonság és érdekesség várja a látogatókat ebben a turisztikai szezonban.